és ez a maneki nagyon szépet ment, csak ma 80 ot 5199-et kapott minden Solana telefon tulajdonos, az nem több, mint 127 dollár, és ezzel már annyi airdropot kaptunk, hogy a Solana szága telefon ingyen kijött. GMGM, GM, sziasztok mindenkit, szeretettel üdvözlök itt egy újabb videóban a Kriptomókus YouTube csatornán. Ezer meg ezer dolog történik akár egy hét alatt is, nem tudok mindenről beszélni, de megpróbálok kisebb, rövid témákat felhozni nektek, úgyhogy vágjunk is bele. Ugye sokszor felhívom rá a figyelmet, hogy sajnos dolgozó ember vagyok, ott a Zonomó is, ugye a zárt Discord csoportunk, ott nagyon aktív vagyok, írunk híreket, írunk ö, dolgokat, klémeket, véleményeket, segítünk egymásnak, és hogyha ezen felül még marad idő, akkor szoktam csinálni videókat is. De felhívom ugye mindig a figyelmet, hogy kövessetek be, és a kis harangot aktiváljátok, hiszen szoktam is kiírni dolgokat. community Communitynél, ugye, írásos formában írtam ki pár dolgot ebédszünetbe edzés előtt, úgyhogy ennyire elvetemült vagyok, igen. Úgyhogy ezt most egy kicsit át fogjuk venni részletesebben, hogy miket írtam itt ki, és mit is kéne csinálni. Előtte még pár dolog, ami szerintem érdekes és foglalkoztat, például Jeff Weinstein, a Stripe-nak a CEO-ja. A Stripe ugye ez egy olyan fizetési eszköz, vagy szolgáltató, mint a PayPal, tehát internetes fizetésekhez használható, és ott újra kiírták, hogy újra a kriptót integrálni fogják, úgyhogy szerintem ez egy nagyon bulis hír. Ugye a legfőképp stablecoinok, -ok, és most már léteznek olyan layer 2 megoldások is, mint például a BASE, ahol szinte ingyen lehet ezeket a stablecoinokat tranzaktálni. Aztán jó hír a Solana szága a telefonos tulajdonosoknak, hiszen kaptunk újabb uh, Meme coint ki hogyan nevezi. Ez a Maneki coin, egy cicás coin. Állítólag Dél-Koreából indult, nem is Japánból, de kit is érdekel? Újabb 120-150 dolláros uh, Solana szága airdrop, És ez a Maneki nagyon szépet ment, csak ma 80%-ot, uh, 5199-et kapott minden Solana telefon tulajdonos. Az nem több, mint 100%. 127 dollár, és ezzel már annyi airdropot kaptunk, hogy a Solana szága telefon ingyen kijött. Ugye a másik az a MEV volt, MEW, és kaptunk még WUFI-t, meg nem tudom micsoda, IQ50, meg minden butaságot, tehát már a Solana telefon ára már visszajött. A vicces az, hogy hétfőn a Zonomo Podcast közben, tehát breaking news, felkiáltottam, hogy elindult ez a coin, hiszen én már ezt régóta figyeltem és vártam, Twitteren be volt jelölve, és kijött a coin, mondtam, hogy hát én most gyerekek itt ebben a pillanatban most bele fogok venni, ilyen 70-80 millió dolláros market cap volt, tehát azóta ment kb. egy 3x-et, plusz még kaptunk ugye a Solana szága telefonra ajándékba is, aztán ugye egy csomót szó volt a rúnszokról, a múltkori videóm eléggé jól sikerült, már mint nézettségben, majdnem négyezren látták. Csomóan jöttek Zonomóba, Zonomóba megvolt ez a szombat hajnali örök emlék marad, hogy ott voltunk 64-en, tehát megszámoltam, és óriási élmény volt, hogy együtt minteltünk dolgokat. dj kettünk, majd utána számítottam kicsit arra, hogy egy kis enyhülés lesz. Aztán a Runestone ordinászok után ugye megkaptuk az airdropot, ez a Dogcoin volt. Amikor kiött kicsit csalódás volt, mert 1500 dollárt ér ez az airdrop, de viszont ma listázta a gate.io is, és itt Leonidas Twitteren tehát egyfolytában tolja és nyomja és Binance-et jelölgeti, úgyhogy azóta ment egy jó kis 3x-et. Ezt itt a tárcában meg is tudom mutatni, tehát ez egy airdrop volt, és nem is kellett klémeni, nem kellett semmit csinálni. Jelenleg 4491 dollárt ér ez az airdrop. Az NFT-k ugye hallottak, ezt tudjuk, viszont volt valaki, aki 4000 etert szánt erre a kis képecskére, ami 12.405.000. Ez csak így itt hagyom. Aztán még egy halott NFT, a MyPet Hooligans, amilyen 0,5-0,6 Ether volt, és a saját coinja kijött tegnap vagy tegnap előtt, amit hirtelen listázott a Coinbase. Ugye az nagyon nagy szó, hogy a coinbase listázon valamit, hiszen amerikaiak és ugye a tőzsde nagyon odafigyel, de hát ugye ez a karat, a mypethooligan a saját coinja, több mint egy milliárd dolláros market cap indult, és a 0,5 ether NFT kapott 5 kötőjel 10.000 dolláros airdropot. Itt Great amúgy, nagyon ajánlom, hogy kövessétek be, én nagyon nagy arcnak tartom, itt nagyon őszintén leírta a véleményét is, hogy a blog games meg ö menjen el melegebb éghajlatra. De nem csak a Blockgames-t küldte el melegebb éghajlatra, hanem a Renzót is, és tudjátok, hogy mi történt a Renzónál, hiszen a Renzó kijött egy ö, nevetséges tokenomics szal ahol azt mondták, hogy hát 60% lesz a miénk, köszönjük szépen azt a 3 milliárd dollárt, amit adtatok nekünk, és visszaadunk 5%-ot nektek, hogy legyetek ti is boldogok, mi meg a 60%-kal úgy eléldegélünk. De a legviccesebb ugye ez az ábra volt, ahol kb. a 2,5 és a 2,5 százalék az ugyanannyi, mint a 20 százalék. Erre a kritikára a Renzo közbeavatkozott, ja, és igen, a legjobb az volt, hogy ugye a Binance Launchpoolon on ez indulni fog, és az airdropot, utána kapták volna meg az emberek, tehát nem kapta volna meg senki a TGE-kor, csak a Binance Launch Pool. Ezt most ö, módosították, tehát egy órával a Launch Pool indulása előtt lesz kiosztva az airdrop, és nagyon bőkezőek, hiszen ezt az 5%-ot, amit induláskor kiszeretnének osztani, azt most 7%-ra megemelték. Itt te is csekkolni tudod, hogy te is kapsz-e Renzo airdropot, minimum 3 360 pont kellett hozzá amúgy lehet, hogy a Renzo nem okosan csinálta ezt az egészet, de szerintem a Binance ezt nagyon jól csinálja, hiszen a Binance-el keresztül, hogyha stékelsz egy kis BNB-t vagy FDUSD-t, akkor kaphatsz még ebből a REZ tokenből, tehát itt még kb. négy napod van, hogy berakt sztékelni a BNB-t vagy az FDUSD-t, és akkor ingyen kaphatsz ebből a Renzo tokenből, amit én személy szerint őszintén megmondom, hogy az első pillanatban kiszornám úgy, ahogy van. Ha még nincs Binance számlád, akkor egy regisztrációs linket megtalálsz a leírásban, el kell végezni egy KYC-t, és akkor már részt is tudsz venni ebben a Binance Launch Poolban. És akkor nézzünk is bele a komolyabb témákba, az első ilyen dolog, amit beszeretnék mutatni, ez a Warpcast, hiszen erről volt már egy csomószor szó, lassan tényleg lett Telik az első hónap, lassan megvan az ezer követőm is, és csak beszeretném mutatni, hogy mennyire jó pofa a dolog ez az egész. Ingyen tudunk osztani DJEN coinokat, ami az utóbbi időben egy kicsit visszament, de hát ingyen farmoljuk a pénzt. Erre is kifogok térni a videó végén, jobban be fogom mutatni a Warpcast-et, csak meg szeretnék mutatni valamit. Tehát itt láthatjátok, hogy nekem ma 6800 DGEN az az összeg, amit ki tudok osztani. Ha megnézzük a D-Gen árfolyamát, akkor 0,03 dollár, vagyis 3 cent, vagyis ez a 6800 D-Gen az 200 US dollár, amit naponta tudok én kiosztani. Azért mondom, hogy én, mert hogyha ide visszamegyünk és megnézitek, akkor van egy magyarok csoport, amit ugye annól létrehoztunk, és már itt 264-en vagyunk. Nagyon jó pofa kiírásokat szoktunk megosztani, és ugye itt ez a jó benne, hogy egymást lájkoljuk, like egymást búztoljuk, és így mindenkinek egyre több a kiosztás, tehát itt mindenki megoszt minden dolgot, és tényleg ez már napi három-négy óránk, hogy ezt itt farmoljuk. De hát ugye nem csak én, itt csomóan vagyunk, és ő például 2600-at tud kiosztani naponta, és már összeszedett kb. 18 ezer, ami kb. egy ilyen 500 dollár, tehát nem olyan rossz összegek ezek, de itt van például Szücsi, ő a csoportunk ásza, hiszen besöbelt egyszer egy 60 ezres tippet, ami jelenlegi árfolyamon kb. 1800 dollár, és láthatjátok, hogy 155 ezer pontja van, ami aztán hónap végén egy az egybe dj be átváltozik, tehát neki kb. ilyen 4500 dolláros airdropja lesz, és ő többet is oszt ki, mint én naponta, tehát majdnem egy ilyen, e, hát 250-300 dollárt tud kiosztani naponta, tehát nem az, hogy csak én osztok ki, hanem mindenki más, és együtt növekszünk, együtt növekszik a kiosztandó, egymásnak kiosztjuk, tehát szerintem baromi jó dolog. És most élőben megmutatom nek az én kedvenc tevékenységemet, rámegyek a Paid Groupra, ez meg az én statisztikám, és megmutatom most a kedvenc dolgomat, és ide kiírok egy olyat, hogy HR said, I need to get rid of my remaining allowance, who needs to get paid, ki az, akit akarja, hogy kifizessek, és van egy olyan, hogy Paid Group, ide rámegyek, és ezt kirakom, és a videó végén megmutatom, hogy hány komment és hány like érkezett, és hogy mennyire vicces ezeknek kioszgatni ezt a dj és mindenki örül. Addig is nézzük meg, hogy a Moka Coin-nal mi újság, ugye ma hajnal kettőkor elindult a pre-sale. Erről azt hittem, hogy bőven megosztottunk információkat. Zoli is ugye az Affilion Web 3 videóban megosztotta, hogy ezt hogy kell csinálni. Mi zonomóban részletesen beszéltünk róla, de úgy látszik a Kiírásomnál itt ö, érkeztek kommentek, hogy akkor ez most hogy van, meg hogy lehet ezen részt venni. Úgyhogy nagyon röviden itt most bemutatom, hogy mit kell csinálni. Ugye kaptatok waitlist kódokat és guaranteed kódokat, amivel garantáltan vagy ö, szerencsével részt tudtok venni ezen a preseilen. Ezeket a kódokat be kellett váltani már kb. egy hete, azt hiszem 19-én volt a határidő és a CoinListen itt kellett csinálni egy KYC-t, tehát Know Your Customer, megmutatni személyét, selfit fölvenni, stb. Hogyha ez a két dolog megvolt, akkor ide a CoinList oldalára fel tudtok jönni, és itt van egy olyan, hogy Active Now, Moka Token Launch. Erre ide rámentek, és továbbit erre az oldalra, és itt annyit csináltok, hogy Join Now. Majd itt ugye végig vezéreltiteket, titeket, tehát ide föl kell tölteni a Coinlistre, Tethert például, vagy USDC-t, Ethereum hálózaton küldjétek ezt az összeget be, amivel részt tudtok venni ezen a pre és itt végig kell kattintani, tehát tényleg nagyon egyszerű és nagyon egyértelmű. Ugye a Moka ID-n keresztül van meg a waitlist kódod, és hogyha van NFT-d, akkor ugye a garantált kódodat, és itt végül is végig kell kattintani, és akkor részt tudsz venni ebben az egészben. Na most, hogyha Nincs kódod, vagy többel szeretnél részt venni, akkor tudsz itt több. USD-t is beküldeni, annyi, hogy akkor a Public Sale-en veszel részt, és ö, egyáltalán nem biztos, hogy kapsz alokációt. Ezt az egészet május másodikáig lehet elvégezni, tehát még egy ö, hat napunk van erre. Aztán a Blaston a második ö, gold kiosztás is megtörtént ezen a héten, és itt uh, van újra egy ilyen Google Docs, ahol leírják, hogy melyik DAP hány goldot kapott. Itt csak megjegyezném, hogy újonnan a District van volt az egyik legjobb lehetőség, tehát innen is gratulálok Zolinak, aki nagyon korán benne volt, és nagyon korán bíztatta a követőit, hogy ö, erre menjenek rá, és szerintem, ö, hogyha megnézzük a vetélytársakat, ugye ezek mind ilyen dexek, ahol le kell kötni tőkét, stb. Egy District One-ba, hogyha mondjuk Zolinak a részvényét megveszitek, négy. Dollárért mondjuk, vagy 0,13 eterben nézve, akkor ahhoz képest, és ott, hogyha egy kicsit aktívak vagytok, szerintem a legtöbb goldot lehet ezzel kihozni. Make it Countnak is van részvénye, Zoli létrehozott egy másik ilyen csoportot, valami Magyaró, és szerintem ott tényleg, hogyha aktívak vagytok, ha van egy-két-három ilyen sér, gyűjtitek a gemeket, akkor biztos, hogy jó kis gold kiosztás van lesz részetek. Ugye ez az egész így néz ki, ez nem más, mint egy ilyen chat, tehát itt mindig mindenki csetel, aztán két óránként vannak ilyen rallik, ahol lehet gemeket begyűjteni, itt van a gemem, és a gold kiosztás a gem alapján lesz, tehát itt, hogyha aktív vagy, csetelgetsz, lájkolgatsz, like akkor annál több gemet kapsz, és a gemek majd goldba fognak átvállítani, Változni. A gold miért olyan fontos, ugye? A gold az airdropnak a fele, és itt a blast nem szeretném minden videóba újonnan elmondani, a Blast egy új Layer 2-es, aminek natív jegye van, tehát már, hogyha átutalod az etert, akkor az már stékelve van. Itt láthatod, hogy 3,3 ot kapsz az eterre, és 10 ot a USDB-re, és egy hatalmas airdrop lesz, amire úgy számítok, hogy kb. 1 vagy 2 milliárd dollár lesz az drop nagysága és abból a fele csak a gold lesz, vagy a felének a fele, ezt így még nem tudjuk, de így vagy úgy, de így vagy úgy hatalmas airdrop lesz, és a blast gold az az igazán az alfa, tehát azt tudjuk befolyásolni kevés tőkével is, és minél több blast goldot érdemes beszerezni. Szóval, hogyha még nem kezdtél bele, akkor még kb. egy hónapunk van a blast airdropig, és szerintem ár a district van, tényleg az, amivel érdemes foglalkozni. És például Zolinak a serjét hogy tudod megvenni, ide ha rámész, hogy Spaces, akkor itt látod a különböző szobákat, és itt van például Affiliate Gang, de itt van Make It Count Gang is, neki is már 305 dollár a serje, de itt van például a Mogyoró is, ami e, kicsit olcsóbb, tehát e, itt is akár tudunk venni ebből, és hogyha ide rákattintunk, akkor ide a Buy Tudunk menni, vagy eterrel, vagy oléval tudunk itt fizetni és vehetünk egy sert, és már is tudunk csatlakozni. Ami még itt meglepő volt, hogy a Truster nyilvánvaló első district van második, de ez a harmadik, ez a fantasy, ez még el se indult, de mégis a harmadik, vagy a második legnagyobb kiosztást kapta. Ez a fantasy egy ilyen ö, kártyajáték lesz igazából, ahol influencereknek a kártyáit tudott kereskedni, és már sokan mondták azt, hogy ez olyan lesz, mint a frentek, tehát veszel valakitől egy kártyát, egy influencertől, és annak fel is tud menni az ára, tehát itt lesznek ügyesek, akik kereskedni fognak ezekkel a kártyákkal, és profitot is zsebre tudnak tenni. Itt majd egy linket megtalálsz a leírásban, és azzal ingyenesen tudsz regisztrálni. Aztán, hogyha van még rá kereted és kedved, akkor itt lehet ilyen Pakkokat venni, 0,033-0,066. Regisztráció után kapsz egy ilyen pakkot ingyen. Regisztráció után kapsz egy ilyen pakkot ingyen, tehát nem tudjuk, hogy még ez az egész hogy fog működni, hiszen még nem indult el ebben a pillanatban fog ez amúgy elindulni. Tehát ma 5 órára volt ígérve, de most már este 11 van, és csúszik ez az egész. Tehát amikor kimegy a videó, akkor valószínűleg ez már elindult. És bővebb információt sajnos nem tudok adni, tehát hogy itt mi az alfa, mit kéne csinálni. Annyi a lényeg, hogy szerintem ugyanúgy, mint a District vannál, hogy nem kell mondjuk három eter, hogy most lekössél ahhoz, hogy 10-20 Blast Goldot kapjál hanem elég itt tevékenykedni, egy-két ilyen kártyát venni, és meglátjuk, hogy hogy kell ezt használni, de érdemes itt minél előbb följönni, hiszen a goldok még egyáltalán nem voltak kiosztva, nem indult még el ez az egész, úgyhogy erre még tényleg van időtök, és szerintem érdemes lehet ezt csinálni. Ezt a listát amúgy bővebben kielemeztem, de nem tudok mindenre itt most belemenni. Zonomóba erre ki Érek, hogy mit érdemes csinálni, és mit nem, de például múltkor, amikor ezt kielemeztem, Zonomóba csak az volt egy óra, úgyhogy ezt most itt inkább mellőzöm. Aztán ugye, ami még szerintem egy hatalmas lehetőség ingyen, ez az x nak ez a farmolós lehetősége. Itt nagyba ide írták, hogy Binance Labs ugye a bióba, és mindenki arra van ráva, hogy ez hú, ha lesz a saját tehát konja, akkor valószínűleg a Binance ezt listázni fogja. 80 milliót ö, bevettek, tehát nem egy kis cégről van szó, és ugye Web3 és AI Gaming az az igazi narratíva, igazi hívó szó a nagy befektetőknek. Ugye az Xterionak az Overworld például az egyik játéka, de ott az Age of Dinos, és uh, hamarosan jönni fog a Palio is, uh, ami egy AI gaming, azt nagyon várjuk, van rá whitelistünk, úgyhogy azt szerintem nagyon jó lesz. Az Overworld-be is nagyon bízom, hiába vettem uh, dupla ennyiért, mint amit most ér, uh, azóta gyűjtjük a pontokat, és a formulásban is segít az NFT, és uh, itt is ugye írja, hogy Binance Labs, Xterio Games, uh, tehát az Xterio az a gaming stúdió, az olyan, mint mondjuk az Epic Games, vagy az Activision Blizzard, és az Overworld az úgymond az egy játéka. Hogyan tudunk itt farmolni? Linket megtaláljátok a leírásba, itt uh, ide hoz titeket az x oldalra. Össze kell kötni uh, Discord, Twitter, saját tárca. Ezeket amúgy megcsináltam, de valamiért nagyon rosszul, uh, elég későn frissül. Tehát lájkolni like kell, uh, kövesd be, Rit tweeted, ilyen dolgokat kell csinálni, és aztán itt ki vannak pipálva, amiket én már megcsináltam, és alul vannak pontok, és itt láthatjátok, hogy az NFT-k után járnak különböző szorzók. Itt aztán felhívom a figyelmet, amúgy ez a farmolós twitterem, felhívom a figyelmet, hogyha rámentek ilyen linkekre, ugye like-olt, kövesbe, stb., Soha ne kattintsatok alatta, hogy ugye, hú, itt az utolsó tweet, és akkor ugye utána alatta jönni fog, tuti valami scam hogy igen, kattints ide, 10 sticker ér, 1 dollár, aha, persze. Tehát nagyon-nagyon sok scam lesz, erre nagyon-nagyon figyeljetek oda, hogy ne kattintsatok sehova, csak is úgymond lájkoljatok, like ritvíteljetek. tehát nem szabad itt semmit klémelni, nincs még airdrop, nincs még pre semmi nincsen, csak le akarnak húzni titeket. Amúgy vicces látni, hogy a Binance 98 ezer Posztót kapott, és a Dog, ugye a Runestone-nak a airdropja, amiről az előbb beszéltem, 193 ezer poszt, tehát Leonidas le a kalappal előtte nagyon-nagyon tolja a saját Konyát. Még egy utolsó dolog, ez a Counter Fire, ezt most nem fogom bemutatni, ez is eléggé egyértelmű, regisztrálni kell, tárcát összekötni, és akkor lehet itt farmolni a pontokat, ez is egy nagyon-nagyon ígéretes játék lesz, ennek van egy saját NFT-je, ez is ilyen másfél eter itt a floor, tehát itt ingyenesen tudunk itt ebben is részt venni, semmi vesztenivalónk nincsen. És akkor a videó végére nézzünk vissza a kasztra itt láthatjátok, hogy már 25 üzenet érkezett. Nézzük meg, hogy igen, Hát 33 like érkezett rá, tehát nagyon sokan szeretnének valamit. I do, I do, let's do this, GN, I'm always up, nice evening, right here. És akkor azt szoktam csinálni, hogy ezeknek válaszolok, és kiosztom a dj így, hogy beírom, hogy például 20, és akkor dollárjel dj en és válaszolok, elküldjük neki, és jöhet is a következő nukleárpuma, ő egy magyar, copy paste -elni szoktam, mert így gyorsabban megy, ez már egy protip, let's go, odaérjük, have a pay, reply, Pum 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 pum, mindenkinek kiosztunk egy kis djent, gent Nillinek is kiosztunk egy kis djent. Uh, let's go, odaírjuk, have a pay, bam 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 djent. let's go. Ugye van a GMGN, uh, good morning, good night, uh, de itt a paid group, ami csak úgy köszönünk, hogy paid morning vagy paid night. Magyaroknak persze egy kicsit többet adunk, és let's go. És jött is tíz új követő erre a posztomra, úgyhogy ez tényleg egy ilyen adrenalin löketet ad, hogy itt ki tudod osztani a dolgokat. No de van itt még egy újabb dolog, ami ma indult el, tehát 5 órája tettem ezt ki. Kártyákat lehet mintelni teljesen ingyen, tehát minden felhasználó saját kártyáját tudja kimintelni. Ide, hogyha rámegy, akkor itt majd, ha más fiókról nézi, ugye, ez most az enyém, ezért nem tudom a sajátomat már kimintelni, mert már ki van, de itt neki lesz egy olyan opció, hogy mint, és arra, hogyha rányom, akkor uh, kiminteli a saját kártyáját. Baromi jó ötlet, szerintem nagyon-nagyon szórakoztató, lehet kereskedni, tehát én itt tudok venni mondjuk négyet a saját kártyájából, uh, rányomok, hogy buy, csak ugye most ez a tárca nem azzal van összekötve, de itt akár tudnék venni, tehát confirm, telóról is ez nagyon jól működik, és ezeket a kártyákat lehet kereskedni. Na most, hogy kereskedünk? Tehát, hogyha ide rámegyünk, hogy far cards, akkor ö, megy így tovább, amúgy annyira jó, hogy ez minden abba az ebbe van, tehát itt a Twitter az egy lófitty ehhez képest, és ide akkor rámegyek, hogy trade, és például a legnagyobb influencer az a Ciniz nevezetű, ő a number one itt a Warpcaston, és nézzük meg, hogy mennyibe kerül hú, már 0,038 ez amikor elindult akkor 0,02 volt, tehát akár ezzel tehát lehet kereskedni eh, vehettem volna 20 darabot és most eladom ezt a 20 darabot ennyiért. tehát ide beírom, hogy quantity 10 darab, buy és akkor tudok venni ezekből az influencer kártyákból hát már fel is ment az ára tehát már 0,042 nem tudom nem akarok itt nagyon mélyen belemenni, de lehet, hogy ez egy újabb őrületnek a kezdete, hiszen tényleg nagyon-nagyon friss ez ma kezdődött ez az egész, és szerintem borzasztóan szórakoztató ez az egész Warpcast. Nagyon jó kis adrenalin löketet ad, hogy 200 dollárt így naponta ki tudsz osztani, és közben ugye te is kapod úgymond a borravalókat. Hónap végén ezek a borravalók át lesznek változtatva igazi dj nre Ugye ahhoz, hogy ebben az egészben részt tudjál venni, kell 10.000 DJ-n a tárcádba, össze kell kötni a Warpcaston úgymond a tárcádat, ezt itt meg tudom mutatni, ugye hogy a profile-ra rámész, akkor itt Edit Profile, és itt a tárcádat a Verified addressnél ide összecsatolod, és azon kell azon a tárcán lenni a base hálózaton tízezer ilyen DGEN coinnak, amit a Uniswap-on is meg tudsz venni, és akkor már is tudod gyűjteni ugye ezeket a pontokat. Múltkori hónap végén egy ilyen, már nem is emlékszem, nem volt olyan nagy airdrop, amit én össze tudtam szedni, viszont volt ismerős, aki 16.000 ezer dollárt tudott ebből kiszedni, és most jelenleg úgy állok, hogy 3500 dollár nyit kapok majd a hónap végén, de még van ugye 5 nap, és ügye április 30-a után indul a következő szezon, tehát ennek nem lesz vége, hanem mennek tovább a pontgyűjtések. És mint az előbb láthattátok, tehát nem csak én, nekem van ennyi pontom, de Szucsinak is van, nem tudom, 150-160 ezer pontja volt, tehát 4 és fél ezer dollár lenyűgöző amúgy ez az egész, és bemutattam videóba többször is, írtam ki róla még annó februárba, de én se vettem komolyan, és nagyon örülök, hogy itt április elején ezt többen elkezdtük intenzíven, és azért tényleg többeknek sikerült itt jó sok pontot összefarmolnia. Ha te is szeretnél ebben részt venni, akkor lent a leírásban találsz egy linket, mindenkit várunk szeretettel. Remélem hasznos volt neked ez a videó. Minden linket amúgy megtalálsz itt a leírásban is, de hogyha Twitteren bekövetsz, akkor itt van egy link is. Itt megtalálsz találod a különböző linkeket, Binance regisztráció, ingyenes hírlevél, és itt a link is a mi Zonomo NFT klubunkba, ahol egy havi tagság befizetése után eh, tudsz jönni hozzánk a Discordba, és eh, együtt DJ-nkedhetsz velünk, eh, hallgathatod a podcastot, ami általában ilyen négy óra szokott lenni. Wow, itt eh, már 500-an vannak, ez fel se tűnt. Eh, eh, ezek közül sok Sokan ilyen ingyenes e, regisztrációk, de most már szerintem a Zonomóba is lassan ilyen 200-an vagyunk. A Rune egy kisebb Hype-ot beindított, ugye e, nagyon felkapott lett az a téma, és eléggé komplikált. Amiért ugye van ez a csoport, hogy e, mindenkinek segítsünk és együtt összegyűjünk, ahogy ezt tettük e, szombat hajnalban is. Szóval, aki intenzívebben szeretne e, AirDrop-okkal NFT-kkel foglalkozni, annak tudom ajánlani a mi klubunkat, Zonomo NFT Klub. Köszönöm a figyelmet, találkozunk a legközelebbi videóban, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok!